Ez pikkelyes vagy? Ez pikkör, és illetve ez a pikkelyes. Jó, hát akkor a pikkelyes kérem. Ebben a boltban is sorban állnak friss halért a vásárlók. A karácsony közeletével egyre többen keresik fel az üzleteket, hogy a legfrissebb alapanyagokat vásárolják meg, amiből majd elkészülhet az ünnepi menü. Magyarországon az alaphal a ponty, ez a teljes fogyasztás mintegy 80%-át adja. Évvége közeletével azonban egyre keresettebb a harcsa, a süllő és a pisztráng is. Karácsonyra vásárlóink zömében inkább pontyot, illetve harcsát vásárolnak. Ilyenkor ugrásszerűen megnő a halfogyasztás a magyar átlaghoz képest. Egy olyan átlagos vásárló is 3 és 4 kiló közötti halat vásárol az ünnepre, illetve családtól függően. Ugye a hal vásárlás ilyenkor durván az 5-6-szorosára emelkedik, ilyen napi 3-4 mázsa halakat tudunk eladni ilyenkor. Az éves forgalmukat kell ilyenkor nagyjából megárulni. Ha nem élő halat vásárolunk, fontos szempont a halak frissessége. A friss halak szavatossága 2-3 nap hűtőben, 0-5 Celsius fokos hőmérsékleten tárolva. Utána fagyasztóban 3 hónapig tárolható. Nagyon sok vevő megkérdezi, idősebbek és fiatalabbok is, hogy mit javaslunk, állatóink mit javasolnak, hogy készítsék el a halászlevet, holott nagyon sokszor főzött már mindenki. Mi egy sima tiszai halászlé receptet szoktunk általában mindenkinek ajánlani, mi is azt főzzük és azt fogjuk fogyasztani karácsonykor. Nem csak halászlé kerül ilyenkor az asztalra, egyre népszerűbbek a rántott és sült hal különlegességek is. Az évnek ezen időszakában mérhető az éves halfogyasztás 30-35%-a. Ez azért kiemelkedő, mert Magyarországon a halfogyasztás nem számottevő, pedig egészségünk érdekében gyakrabban kellene halat fogyasztani. Egy 2000-ben elvégzett felmérés szerint azok között az emberek között, akik hetente egyszer vagy többször ettek tengeri halat, 52%-kal kisebb volt a szívhalál előfordulása, mint a havonta egyszer fogyasztók körében.